tavaszi fesztivál keretében került sor a Fürjecske Néptánc Együttes gála műsorára, amelyet az érdeklődők a Nagyatádi Művelődési Házban láthattak. Az együttes 15. születésnapja alkalmából Ormai István polgármester úr 15 000 forintot nyújtott át a Mayer Károlynénak, a Fürjecske vezetőjének. A nagyszabású gála műsorban felléptek a Fürjecske egykori alapító tagjai is. Őket a rendezvényen való részvétel érzéséről faggattuk. Hát ez 9 év után nagyon-nagyon jó érzés volt. Végül is nosztalgia, és elgondolkodtunk azon, hogy mennyire szerettük ezt csinálni már akkor is. Csak bizonyos tényezők miatt akkor nem folytattuk. Az elképzelhető, hogy esetleg néha-néha összeállunk, így nosztalgiázni, nagyon jó volt. Az alapító Fürjecskék nem csak itthon, hanem külföldön is szerepeltek. Nagyon az elején, amikor megalapítottuk a Fürjecskét, akkor még nagyon kislányok voltunk. Itt Magyarországon Barcson voltunk néptáncversenyen, Marcaliba voltunk néptáncversenyen. Tovább nem jutottunk, mert nem volt tovább. Aztán később jártunk ki Olaszországba, és olasz testvérvárosunkból is voltak itt csoportok. Hát nagyon jó érzés volt, és nagyon örülök, hogy a lányok közül szinte mindenkit fel tudtunk keresni, és el is jöttek nagyon szívesen. És tényleg jó érzés volt még így együtt ismét összeállni, és látni, hogy minden úgy megy, mint régen. És hogy miként látják ők a mostani Fürjecskéket? A kicsiknek szerintem több lehetőségük van, mert fiúk is vannak a csoportban, és ezáltal hát sokkal bonyolultabb, és sokkal hangulatosabbakat tudnak táncolni, mint mi, mert mi hát eleve csak lányok voltunk együtt. Nagyok bevallása szerint a néptánc nem csak örömöt és a tánc szeretetét nyújtotta számukra, hanem fontos volt a hangulat, amelyet szavakkal nem lehet leírni. De vajon, hogy látják a kicsik, mit nyújt nekik a néptánc? Sok váratságot, sikert. Merre jártatok a közelmúltban? Hát Németországba, Ausztriába. Mióta néptáncolsz? Hát úgy 5 éve talán. És mit szeretsz a legjobban táncolni? Hát legjobban a délföldit. És miért szeretsz táncolni? Hát olyan jó érzés, hogyha a közönség előtt kimegyünk. Hát a színpadra, és ott táncolunk. Melyik táncot szereted a legjobban? Hát a palotást, huszárgyerek, délalföldi. A Fürjecske Néptánc Együttes vezetőjét arról kérdeztük, hogy 15 évvel ezelőtt milyen reményekkel indultak. Hát váratlanul jött össze ez az egész, mert volt egy tagozatos osztályom, egy énektagozatos osztályom a Vándos Lajos iskolába, és tagozat révén több volt a lány, mint a fiú, nagyon szerettek énekelni, táncolni, és akkor összejött a csapat. Először csak gyerekjátékból, aztán szépen tovább-tovább fejlődtek. Ma, ahogy végignézünk itt az egész műsor alatt, bizony megduzzadtunk. 70-en vagyunk, akik aktívan táncolnak, 71 páran, és akkor a mai nap ugye itt voltak a nagylányok, és így körülbelül ugye 85-en táncoltak a színpadon ma este. A néptánc nem kevés elfoglaltsággal jár, de a fáradtságos munka megéri. Hát nagy elfoglaltságot jelent. Hetente kétszer van testnevelés óra keretében, kerettantárva adta lehetőségeket, helyezi előtérbe az iskola, és testnevelés óra keretében táncolhatnak, és egy alkalommal itt a színpadon, művelődési ház támogatásával itt táncolunk és próbálunk. És neked milyen érzés volt, amikor itt együtt táncoltál az összes gyerekkel? Hát ez egy katarzis volt, egy elégtétel a számomra, hogy igen, érdemes csinálni, mert ilyenkor az ember mindent elfelejt. Elfelejti a szombati próbákat, vasárnapi próbákat, amikor új táncokat tanulunk, és hát ez egy csodálatos érzés. Nem lehet elmondani, milyen az embernek borsozik a bőre, amikor látja a sok ragyogó gyerekarcot, hogy elfeledik mindent, bújukat, bajukat, és csak a táncnak élik át az egész kis érzésvilágukat. A munkából és próbákból persze sosem elég, hiszen terveik folyamatosan vannak. Hát tervünk az mindig van. Szeretjük az újszerű dolgokat, a kihívásokat, és először ugye a legfontosabb a szakmai verseny. Május 13-án lesz itt Nagyatádon a területi megyei néptáncverseny, és ebből a műsorból 2 új számmal indulunk az idén. Ez a legfontosabb, a hazai terv. És hát van a tarsolyunkban egy külföldi turné,
Horvátországba, a Krik-szigetre visszük el a nagyobbakat, egy csütörtök hétvégi időpontban, majd június végén, és azt hiszem, hogy az egy nagyon szép keretet ad majd az egész munkának. A szereplésekhez és fellépésekhez némi segítségre is szükség van. Hát segítség is van, de mindig forrásba kell tartani ezt a segítségi folyamatot. A legfontosabb szponzoraink a szülők. A szülők, akik ha kell, áldoznak a palotásruhához, ha kell, akkor az 1% adójukat ráteszik az alapítványra, és mindenki szponzor után jár, jó magam is, a vezető kuratórium tagjai, és az idén azért sikerült egy-két hatádi vállalkozót is becserkészni, és úgy gondoljuk, hogy meggyarapítják majd az alapítvány pénztárát. Hát ezek a feltételek azért megkönnyítik a csoport munkáját. A műfaj eredetiségét kötelező megőrizni, hiszen a szakmai megfelelés nagyon fontos. Hát szigorú fegyelemmel törekszünk a tiszta forrás motto megtartására. Hát hogy hogyan? Ugye hát a legfrissebben végzett emberekkel dolgozunk, akik a Táncművészeti Főiskolán végeznek, vagy már szereztek ott koreográfus szakot. Kik ők? Hát bizony a mostani műsorban már lehetett látni. Takács Gábor és Gazda Gedina tervezte a Délalföldi számunkat, és Nerbak György pedig a Szatmárit és a Palotást. A születésnap nem múlhatott el torta nélkül. Halász Judit boldog születésnapi dalát mindannyian együtt énekelték. Boldog születésnapot, Fürjecskék!